én is itt lakom, a Móricz közelében. És őszintén szólva szerintem ez egy nagyon jó környék, és egy csomó lehetőség van benne, úgyhogy sok mindent lehet itt csinálni. De tényleg nem, nincsen kihasználva. A Kulturális 11 Egyesület másodszor rendezi meg az Eleven 17 végéjét. Első részben tavasszal, és most össze kerül rá sor. Célunk, hogy a Bartók Béla úton, a Gárdonyi tér és a Gellért tér közötti szakaszon életet varázsoljunk, élettel telivé tegyük ezt a helyet, és egy olyan kulturális térre, ahova szívesen járnak majd vissza az emberek. BMS diákokat kerestek meg először, és aztán ők meg engem, hogy van-e kedvem ehhez. És én megmondtam, hogy persze, nyilván van kedvem hozzá. Hát, ennek sok oka van. Ugye design hétvége, szóval az már rögtön jól hangzik az embernek. Tetszik az, hogy valami kulturális programban vehet részt, meg nyilván akkor érdekes lesz. Idén össze csatlakozott a rendezvényünk a Design Héthez is. Egy 20-30 évvel ezelőtt a design az egy minőséget sugallt, hogy ez meg van tervezve, minőségi, és ez korrektül néz ki, és úgy funkcionál, ahogyan az kell neki. Úgymond kicsit harcolunk érte, úgyis így is lehetne fogalmazni, hogy visszahozzuk a designnak a minőségét a szakmába. Tulajdonképpen mi a designnak itt a gasztrovonalát képviseljük, és a motto az volt itt a gasztró vonalon, hogy az innováció, tehát az újszerűség, a kreativitás és a design az hogy jelenik meg a kínálatban, illetve a termékekben. Ugye az erre járok, nem mindig tudták, hogy mi történik itt ezekben a kultúrhelyekben, illetve a galériákban, mert nagyon bezárkoztunk és magunkban voltunk, és első alkalom az, hogy egy olyan eseménnyel szövetkeztünk, illetve működtünk együtt, amely picit a külstéren is megmutatkozó dolgokat eredményezett. Ezek a sorsfordító elefántok egyébként egy jótékonysági eseménynek a része. Mi ezeket az elefántokat most befogadtuk 3 napra, és hétfőig itt az erre járók láthatják. Elég nagy sikerrel, úgy látom, a gyermekek környékezték meg. Nem muszáj egy jó dizájntárgyat elmenni egy drágább boltba, egy külföldi gyártótól, Alessitől, vagy bármelyik mástól egy minőségi tárgyat venni. Elég az, hogyha esetleg a szomszédba tekintünk, mert lehet, hogy ott is van egy iparművész, aki körülbelül ugyanolyan teljesítményű tárgyakat képes létrehozni, amiket a külföldiek. Viszont az egy, hogy mondjam angolosan, hogy made in Hungary. Szóval az mégis egy magyar tárgy lesz.